estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit. Önök Szombathely Ma című közéleti magazin műsorunkat látják, és már is mondom, hogy milyen témákkal várom önöket a mai adásban. Visszautalunk egy kicsit a Szent Márton napi díjátadó gálára. Két díjazottat látok vendégül itt a stúdióban. Egyikük a Pro Sanitate Savarie, Szombathely egészségért díjat vehette át ezen a díjátadó gálán. A másik pedig az év egyik civil szervezete, hiszen most már évről évre két civil szervezetet díjaznak. Egyikük a Szent Márton Városi Kórus volt 2019-ben, a másik pedig a Parkerdei Kertbarát Egyesület utóbbi elnöke és egyik tagja lesz majd a vendégem itt a stúdióban. Tartsanak velünk! Tehát, ahogy az imént említettem, Pro Sanitate Savarie életműdíj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett. Ezt a díjat 2019-ben dr. Kovács Beáta vehette át. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Markusovszky Kórház központi radiológiai osztály főorvosa. Mit szólt a díjhoz? Természetesen nagyon örültem neki, nagyon megtisztelő ez a díj, és nagyon örültem annak, hogy a munkánkat, nem csak az enyémet, hanem a kollégáimét is ilyen címmel tisztelték meg, illetve elismerték a hosszú 20 éves munkánkat, amióta ezt a mammográfiás szűrést végezzük a kórházban. Egy nagyon illusztris társasághoz csatlakozott ezzel a díjjal, hiszen tavaly évben Negli Veronika előtte Márkus Béla, Szabó László, Prubberger, Emil, Gauthier Barna, sorolhatnám, nagyon régi múltja van már ennek a Pro Sanitate Savarie díjnak. Felkerült a polcra? Időnként ránézés jó érzéssel tölt el? Igen, nagyon jó érzéssel tölt el. Én eredendően kecskeméti vagyok, és nagyon örülök neki, hogy Szombathely város befogadott engem, és elismerik a munkámat, úgyhogy ez egy borzasztóan megtisztelő cím. Én szeretném, hogyha a tévénézők egy kicsit megismernék, nem mint orvost, tehát nem tudom, orvos-beteg nexusban, kontextusban találkoznak leginkább. Most egy picit az emberi oldalt is szeretnénk, de természetesen a pályája kezdeteit nem hagyhatjuk ki. Miért éppen az orvosi hivatást, és miért éppen ezt a szakterületet választotta annak idején? A szüleim az egészségügyben dolgoztak, édesapám gyógyszerész volt, édesanyám pedig asszisztensnőként dolgozott Kecskeméten, és valahogy kézenfekvő volt, hogy én is az orvosi pályára, illetve az egészségügybe kerüljek. Mivel jó tanuló voltam, az orvoslást választottam, és elsőre fölvettek a Semmelweis Egyetemre. Itt ismerkedtem meg a férjemmel, és így kerültem aztán Szombathelyre. Úgyhogy 1990-ben végeztem az egyetemen, és akkor kerültem Szombathelyre a Markusovszky Kórházba. Eredendően nem szerettem volna radiológus lenni, szóval meg sem fordult a fejemben, hogy radiológus legyek, mint minden lány általában belgyógyász vagy gyerekgyógyász szeretne lenni, én is ezzel próbálkoztam. Akkor nagyon-nagyon sok kezdő orvos volt a kórházban, és nem volt lehetőség arra, hogy gyerekgyógyászként tudjak elhelyezkedni, és radiológusként kaptam állást a kórházban. Kezdetekben ez egy kicsit furcsa volt számomra, nem voltam teljesen biztos benne, hogy radiológus szeretnék lenni, de aztán ahogy megismerkedtem a szakmával, meg ahogy egyre-egyre haladtam előre, végül is nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a pályaválasztás, és egyáltalán nem bántam meg, hogy radiológus lettem. Mi az, amit lehet szeretni benne? Borzasztóan izgalmas, érdekes ez, gyakorlatilag olyan, mint egy nyomozás, hogy fel kell derítenünk a betegeknek a betegségeit, ki kell találnunk, hogy egy-egy bizonyos panasz mögött, milyen radiológiai kép mellett, milyen elváltozásokat látunk, és ezeket mint a ilyen kis mozaikokat kell összetenni. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, érdekes dolog, belelátunk a betegek betegségeibe, találkozunk traumatológiai betegekkel, idegsebészeti betegekkel, belgyógyászati betegségekkel, tehát borzasztóan sokrétű és sokszínű a radiológus pálya. És maga a képalkotó diagnosztika egy borzasztóan gyorsan fejlődő, nagyon-nagyon látványos tudomány. Azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedben vagy években rengeteget haladt előre a radiológia, mint tudomány, és borzasztóan sok olyan diagnosztikus módszer, illetve eszköz áll rendelkezésünkre, amivel a betegségeket felfedezhetjük, úgyhogy ez mindenképpen segíti a betegek gyógyítását.
Ön a vezetője a mammográfiás részlegnek. Ugye a radiológia nagyon sok komponensből áll, ez az a része, ami az ön asztala, hogy úgy mondjam. Mit lehet tudni a részleg működéséről egyáltalán? Hány beteg fordul meg önöknél naponta, havonta, nem tudom milyen bontásban vannak adatai? És egyáltalán milyen rendszerben dolgoznak önök? A mammográfiában kétféle, két típusú vizsgálatot végzünk. Az úgynevezett klinikai vizsgálatok során a panaszos betegeket vizsgáljuk, és ezek mellett szűrővizsgálatokat végzünk. A szűrővizsgálat az mindig a tünet és panaszmentes hölgyeknek a vizsgálatát jelenti. Így tehát két részből áll a munkánk, egyrészt a panaszos betegeknek az ellátása, amikor is közvetlen orvos-beteg kapcsolatban vagyunk, illetve a szűrővizsgálatok során, amikor az asszisztencia végzi a betegeknek a felvételeit, elkészíti, illetve azok a betegeknek a tapintásos vizsgálatát végzi, és ezeket a felvételeket utólag értékeljük. Naponta a mammográfiában átlagosan mintegy 100 nő fordul meg, és évente közel 10-15 ezer vizsgálatot végzünk. Tehát borzasztó nagyszámú a vizsgálatoknak a nagyszámú vizsgálatot végzünk, illetve nagyon-nagyon sok az orvos-beteg találkozás ebben a tevékenységben, és ezért ez egy ilyen szempontból nagyon kiemelt tevékenység a radiológia osztályon belül. Mit lehet mondani a részlegnek a felszereltségéről? 2015-ben kaptunk egy digitális mammográfiás készüléket, amely teljesen korszerű és modern berendezés, tehát lehetőségünk van arra, hogy a jelenlegi legmodernebb technikákkal végezzük a mammográfiás vizsgálatokat, illetve a kórház MR részlegében úgynevezett emlő MR vizsgálatokat is tudunk végezni, tehát a komplex emlődiagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges minden eszközünk rendelkezésre áll. Említette ezt a nagyon magas számú orvosbeteg találkozást és vizsgálatot. Meg lehet-e mondani, hogy milyen arányban találnak elváltozást ezeknél a hölgyeknél? Itt el kell különíteni a panaszos betegeket és a szűréses betegeket. Nyilván panasszal érkező betegeknél jóval nagyobb arányban találunk tapintható elváltozásokat. Ezek nem minden esetben jelentenek rossz indulatú daganatot, de az esetek jelentős részében a rosszindulatú elváltozások így kerülnek felfedezésre. A mammográfiás szűrővizsgálatok során nagyon sok olyan úgynevezett szűrővizsgálatot kell feleslegesen elvégeznünk, hogy rosszindulatú daganatot találjunk. A szűrések során mintegy 1000 nőből 4, illetve 5 darab rosszindulatú daganat kerül ki, és mintegy 995 úgynevezett felesleges vizsgálat, tehát akik negatív eredményt kapnak. Nyilván ezeket nem tekinthetjük ettől függetlenül felesleges vizsgálatoknak, tehát az a cél, hogy minél több legyen a negatív eredmény, és az évek során a szűrővizsgálatok növekedésével és a daganatok megelőzésével igyekszünk a rosszindulatú elváltozások számát visszaszorítani. És ez egy kulcs szó volt itt, a megelőzés, illetve a prevenció. Az ön szakmai pályájában ez hol áll, ez a fogalom? A prevenció, mennyire fontos, mennyire igen, fontos. Vagy mit tesz érte ön személy szerint? Én azt gondolom, hogy a szűrővizsgálatok borzasztóan nagy jelentőséggel bírnak, tehát mindenkinek szinte kötelessége, vagy legalábbis feladata, hogy a saját maga egészségére odafigyeljen. Tehát azoknál a vizsgálatoknál, ahol lehetőségünk van arra, hogy a betegségeket megelőzzük, ilyen például a mammográfiás szűrés, én azt gondolom, hogy mindenképpen igénybe kell venni ezeket a vizsgáló módszereket. Nyilván vannak betegségek, amelyeket nem tudunk megelőzni. A mammográfiás szűrés az emlőrákoknak a kezelését jelentős mértékben tudja javítani, illetve ez a másodlagos megelőzés, ez a mammográfiás szűrés arról szól, hogy minél korai stádiumban fedezzük fel az emlőrákokat, hiszen így sokkal jobb és jobb gyógyulási eredményeket lehet elérnünk. Egyébként vevők a nők a szűrővizsgálatokra, tehát bizonyos kor fölött kötelezően is hívják őket, de vannak a kampányszerű szűrőprogramok is, amelyeken akár a fiatalabbak is részt vehetnek. Tehát mennyire lehet őket megszólítani manapság egy-egy ilyennel? Azt gondolom, hogy Vas megyében nagyon jó a megjelenési arány, és alapvetően
felelősek a nők a saját egészségükért, így mintegy 60%-os megjelenési arányt tudtunk eddig elérni a szűrővizsgálatok során. Jelenleg a 45-től 65 éves korosztályt hívjuk mammográfiás szűrésekre. Az országos adatok azért sokkal rosszabbak ennél a 60%-nál. Vannak olyan megyék, ahol csak 30%-a jelenik meg a nőknek a szűrővizsgálatokon. Említette, hogy 1000 esetből 4-5 alkalommal tárnak fel rossz indulatú elváltozást. Itt milyen a túlélési arány, vagy egyáltalán az életesélyek? Ez mitől függ? A daganatok típusa nagyon különböző, bár mindig az emlőrákról beszélünk, az emlőrákok nem egyformák, tehát itt is vannak kevésbé rossz indulatú és nagyon-nagyon rossz prognózisú betegségek. A túlélés mindig attól függ, hogy milyen típusú az emlőrák, milyen kezelést kap a beteg, tehát mindig egyénre szabott kezelés mellett igyekszünk a lehető legjobb terápiát alkalmazni. Azt lehet mondani, hogy azokban a fejlett országokban, mint például Finnország, ahol nagyon magas a megjelenési arány, és emellé csatlakozik az onkológia, sebészet, a társtudományok, akik szintén magas színvonalon látják el a betegeket, ott mintegy 70%-a az emlőrákos betegeknek túléli ezt a betegséget. Magyarországon jelenleg egy 50%-os túlélésről lehet beszélni, tehát nyilván az a célunk, hogy minél korabbi felfedezéssel kisebb daganatokat kezeljünk minél hatékonyabban, és így jelentősen javíthatjuk a túlélési esélyeket. Milyen kezelési módok léteznek egyébként? Ez nyilván egyéni mindenkinél, hogy mire lehet szükség. Hát egyénre szabott kezelések vannak, jelenleg a patológia fejlődésével, a képalkotó diagnosztikák fejlődésével egy csomó olyan elváltozást tudunk diagnosztizálni, amelyeket korábban nem lehetett, vagy pontosabban lehet értelmezni a daganatokat, meg lehet határozni a hormon státuszát a daganatoknak, bizonyos biológiai markereket, biológiai viselkedéseket lehet megadni. Így a sebészet mellett az onkológia hatékonyan tudja kezelni ezeket a betegeket, nyilván különböző terápiás módokon, tehát attól függ, hogy éppen mire érzékeny ez a rosszindulatú daganat, alkalmazhatnak sugárterápiát, hormonterápiát, gyógyszeres kezeléseket, kemoterápiát, tehát egy nagyon széles spektrum áll rendelkezésre, és ezekkel együtt hatékonyan, tehát az összes szakma együttműködése révén egy hatékonyabb kezelést lehet elérni. Melyik az a korosztály, amely leginkább érintett az emlőrák kapcsán? Az emlőrák kapcsán mindig azt mondjuk, hogy az életkor előre haladtával növekszik a daganat kialakulásának az esélye. Mint mondtam, a 45-től 65 éves nőket hívjuk szűrővizsgálatra, de 65 éves korban nem áll meg a daganat kialakulásának a lehetősége, tehát a későbbi életkorokban is kialakulnak rosszindulatú daganatok, és ebben az életkorban, tehát a 60 év fölött egyre emelkedik a rosszindulatú daganatos betegségeknek a száma. Mennyire tudatosak egyébként a nők e téren, mennyire ismerik a saját testüket, mennyire tudják, hogy mire kell odafigyelniük? Azt gondolom, hogy az utóbbi években azért nagyon-nagyon sokat tanultak, emlőnvizsgálatot hallottak a nők az emlőnvizsgálatról, tapintható elváltozásokkal gyakran fordulnak orvoshoz, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év szűréses munkája, az emlőrák elleni küzdelemben való tevékenység azért rávezette a nőket arra, hogy gyakrabban, illetve panaszos betegek azonnal jöjjenek szűrővizsgálatra, vagy ellenőrző vizsgálatokra. Nem is olyan régen, október elején tartottuk az emlőrák elleni küzdelem világnapját, és Szombathelyen is kapcsolódnak hozzá minden évben rendezvények. Ezek a programok hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy ráirányítsák a figyelmet a betegségre? Igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy fölhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Nagyon lényeges, hogy ne ezeknek kampányszerűen történjenek ezek a szűrő felhívások, hanem folyamatosan, tudatosan gondoljunk arra, hogy akinek panasza van, akinek tapintható eltérése van, az azonnal forduljon orvoshoz, hiszen egy korai elváltozást, egy korai stádiumban lévő rosszindulatú daganatot sokkal könnyebben, hatékonyabban, emberbarátibb módon lehet kezelni, mint egy előre haladott daganatot. Tehát ha bárki barátnőnk, ismerősünk, rokonunk, akár panaszkodik, hogy tapintható eltérés van a mellében, vagy bármi gondja van, nyugodtan biztassuk őt arra, hogy jöjjön el orvoshoz, mert a korai kezeléssel mindenképpen jobb gyógymódokat lehet elérnünk, gyógyulást lehet elérni. Mi jellemzi a csapatot ott a mammográfián? Most már, ha jól számolok, 90 óta, ugye majdnem 30 éve
dolgozik ott. És vezetőként mire törekszik? Milyen hangulatra, vagy egyáltalán hogy? Hát ez hogy kell elképzelni ott a munkahelyi nagyon légkört? Nehéz kérdés. Ugye nők? Igen, nők. Csupa nő dolgozik a mammográfiában, nem 90 nem óta. Biztos, mert annyira jó. Igen, nem annyira jó, igen. Bár most úgy tűnik, hogy vannak fiatal orvosok, akik férfiak, és érdeklődnek a mammográfia iránt, tehát úgy tűnik, hogy lesznek olyan fiatal férfi kollégák, akiket sikerül erre a szakmára betanítani, vagy egyáltalán érdeklődést kiváltani. Szóval 1998 óta végezzük a mammográfiás vizsgálatokat ezzel a társasággal. Hát nyilván egyrészt nagyon jó, hogy összeszokott a csapat, ez nagy könnyebbség, meg nagyon rutinosak az asszisztensek. Másrészt viszont borzasztóan monoton munka, tehát mindig ugyanazokat a munkafolyamatokat kell ismételni. Nagyon-nagyon nehéz napjában 50, 60, 80, 100 nővel együtt dolgozni, mármint úgy értem, hogy a páciensek. Tehát időnként elfáradnak bele, türelmetlenek, ezt szerintem el lehet mondani, hogy ez egy borzasztóan nehéz dolog. Minden nap mindig ugyanazokat a feladatokat kell ismételni, tehát néha kell egy kis kikapcsolódás, vagy jókedv, vagy egy kis nevetés, vidámság, tehát ez mindenképpen megkönnyíti azért a munkát. És nagyon nincs is idő, gondolom, két, vagy a vizsgálatok környékén a betegekkel kommunikálni. Tehát abszolút ilyen operatív dolog, lépjen be, álljon így, emelje úgy. Ezen kívül azért törekszenek valamennyire, hogy legalább azokban az esetekben felvegyék a kontaktust kicsit közvetlenebbül a betegekkel, ahol mondjuk találnak valamit. Mindenképpen kell beszélgetni a betegekkel, utasításokat adni neki, felvilágosítani őket, tehát azért arra törekszünk, hogy a betegek ne úgy menjenek ki az ajtón, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi történt itt velük, hanem próbáljuk őket felvilágosítani, ha bármi kérdésük van, akkor felhívni a figyelmüket a betegségre, elváltozásra, további teendőkre, akár a hozzátartozókat bevonjuk ebbe, tehát mindenképpen próbálunk segítséget adni a betegeknek. Ez egy nagyon jól bejáratott rendszer, ahogy itt említi, 98 óta, de majdhogy nem kötelező kérdés az, hogy mik a tervei a jövőre nézve. Egyáltalán itt a részlegen belül említette, hogy nagyon komolyan fejlődő szakterületről van szó a radiológia kapcsán. Ez így van, tehát a képalkotó diagnosztika folyamatosan fejlődik, mindig kerülnek elő újabb eszközök, újabb vizsgáló módszerek, tehát azért azt gondolom, hogy mindig tudunk előrelépni, és vannak olyan lehetőségek, amiket alkalmaznunk kell, tehát igyekszünk eljárni a kollégáimmal kongresszusokra, továbbképzésekre, amennyiben lehetőség van rá, akár az asszisztenseket is bevonjuk ezekbe a továbbképzésekbe, hogy újabb módszereket kipróbálhassunk, illetve a diagnosztikát egy kicsit tovább tudjuk pontosítani. Fárasztó, meg monoton, azt említettük, de gondolom van idő kikapcsolódásra. Mit csinál, amikor nem gyógyít éppen? Ez nagyon nehéz kérdés. Azért nem töltöm az időmet, minden szabad időmet a kórházban, tehát ezt nem lehet mondani. A szabadidőmben hát, a családommal vagyok sokat, igen, szeretek főzni, ez kifejezetten a hobbim, és ezen kívül a nagyfiamnak van egy kutyája, kiskutya, egy kis bison, úgyhogy most újabban kutyázunk, sétálunk, sokat kint vagyunk a kertbe, és most éppen faleveleket csöprögetünk rengeteget, mert hogy hullanak. Ennek van a szezonja. Így van. Az még nagyon érdekelne, hogy nőként nők problémájával foglalkozni. Milyen érzés nap, mint nap? Egyáltalán empatikusabb lesz-e az ember azáltal, hogy nőként nők gondjaival, betegségeivel kell nap, mint nap törődni? Azt gondolom, hogy az embert jobban megérintik ezek a női betegségek, tehát közelebb áll a női orvosokhoz, bár a rendelőben azt hiszem, hogy az orvos orvosként működik, a beteg betegként, tehát nehéz erre válaszolni. Azt gondolom, hogy amikor egy rossz indulatú daganatot találunk, különösen, ha nagyon fiatal páciensről van szó, vagy kismamáról, vagy terhes anyukáról, akkor az nagyon-nagyon megérinti a személyzetet, saját magamat is, és ilyenkor még nehezebben tudunk ezektől a betegségektől elhatárolódni. Amennyire tudunk, támogatjuk, segítjük ezeket a betegeket, nyilván, tehát ez a dolgunk. Azt hiszem, hogy a nők jelenleg jobban elfogadják a női orvosokat a mammográfiába, mint a férfiakat, bár a szakmán belül számos ismert, jó nevű radiológus kolléga van férfiként, aki mammográfiával foglalkozik. Én azt gondolom, hogy talán nőként egy kicsit még együttérzőbbek tudunk a betegekkel lenni.
Én azt kívánom, hogy minél kevesebb, hát nem is tudom, tragikus vagy rossz indulatú helyzettel találkozzon a munkája során, és mindenhez pedig jó egészséget és kitartást kívánok. Nagyon köszönöm, hogy itt volt a stúdióban, köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a díjhoz, ez egy nagyon nagy dolog. Köszönöm szépen. És ha már díjazottak és Szent Márton gála, akkor a Parkerdei Kertbarát Egyesület történetét foglaljuk össze egy kicsit, hiszen ők lettek 2019-ben az év civil szervezete. A Parkerdei Kertbarát Egyesület 1994. március 2-án alakult meg 310 fővel. A parkerdei büfétől északra elterülő 582 darab kert tartozik hozzá, taglétszámuk jelenleg 480 fő. A szervezet célja a kert tulajdonosok érdekképviselete és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Az elmúlt 25 évben igazi közösségé váltak, akiket a kert iránti rajongás tart össze. A kiskerteket a 80-as években kezdték kiparcellázni, azóta nagyot fejlődött a terület. A villanyvilágítást 2005-ben építették ki, jelenleg a kertek 65%-ában van villany, a vízhálózat kialakítása 2007-ben fejeződött be. A vezetőség rendszeresen figyelmezteti a gazos, gondozatlan ingatlanok tulajdonosait, hogy tegyék rendbe kertjeiket, ezzel is védve a környezetet. Utca megbízotti hálózatot is működtetnek. 2007-től rendezik meg a legszebb kertversenyt, amelybe évről évre többen neveznek. Hagyományos és modern kategóriában minden évben augusztus 20-án adják át a díjakat, ekkor nevezik meg az adott év legrendezettebb utcáját is. 2010-ben indították a Nyitott Porták mozgalmat, melynek keretében az érdeklődők betekinthetnek a kertészkedő tulajdonosok portáira, és elleshetik a kertészkedés csínyát, bínyát. Az Egyesület jó kapcsolatot ápol a Herman iskolával, amely rendszeresen szervez virág- és palántavásárt a területen, valamint a Váci Mihály utcai nyugdíjas klubbal, melynek tagjait vendégül látják, cserébe a kiskertesek részt vesznek a klub rendezvényein. Az Egyesület 25 éves jubileumát ünnepli ebben az évben. A Szent Márton napi díjátadó gálán a Parkerdei Kertbarát Egyesület részesült az év civil szervezete elismerésben. A díjat Molnár Lajos elnök vette át. Akit itt köszönthetek a stúdióban, Molnár Lajos, tehát a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm. És hozott magával egy tagot, aki többszörös szépkertes, Kis Józsefné Erzsébet. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önt is itt a stúdióban. 25 éves jubileumát ünnepli az Egyesület. Mit jelent ez a díj az Egyesület életében? Hát nagyon örültünk neki. Mint egy születésnapi ajándék. Akár. Úgy van. Hát az idén ünnepli a 25 éves évfordulóját az Egyesület. És hát ha az ember visszagondol, hogy ebben a 25 évben mennyi munka van, akkor nagyon örülünk ennek a díjnak. Visszagondolok, akkor gyakorlatilag 1994-ben alakult meg az Egyesület. Hát akkor még földes útjaink voltak, meg nem volt semmilyen infrastruktúra, se villany, se víz. És a 25 év alatt ezeket sikerült megvalósítani. És sikerült egy olyan mozgalmat létrehozni 2007-ben, ami a szépkerteseket úgy magával foglalja. Számokban annyit jelentett az, hogy 27 szépkerttel indultunk, aztán most 150-200 közötti az évenkénti szám. És közben volt egy cserélődés a kertek között, kertesek között, az idősek kihaltak, eladták a kertjüket, és helyettük újak jöttek, és a veteményest ezt kiirtották, és játszó kerteket csináltak a gyerekeknek. És akkor lettek a modern kertek hagyományos mellett, és hát az évről évre ismétli magát, és mindig augusztusban vannak ezek a díjátadó ünnepségünk, amit átadjuk a díjakat a szépkertesek között. Én úgy érzem, hogy a munkát, amit beletettünk ebbe a 25 évbe, az meghozta a gyümölcsét, és mondhatnám azt, hogy legalábbis én úgy érzem, hogy mindenki jól érzi magát. Sokan megkérdezik tőlem, hogy sikerült ezt megvalósítani mind elnöknek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek
meg a munka szeretete, ez sok mindenre képes, és az én esetemben is az volt az első szempont, hogy becsülettel helytállni, amit elvállaltunk annak idején, és én úgy érzem, hogy szeretnek is a kerteseim. Hát persze mindig van kivétel az 580 között is, de úgy érzem, hogy szót értettem mindenkivel, akivel lehetett. Talán ez bizonyítja az is, hogy a legutóbbi szép kertes díjátadón egy nagyon szép ajándékkal köszönték meg a tagok a munkáját. Igen, éppen mielőtt eljöttem, akkor simogattam meg, mert eljött az unokám is ma is, kérdezte, hogy papi, ez milyen díj, amit kaptál. Aztán hát mondtam, hogy a kerteseim egy része hallalta meg ezzel a díjjal a munkámat. Nagyon meghatódtam, mikor augusztus 20-e ünnepségen átadták ezt az emléktárgyat. Nem számítottam rá, hogy őszinte legyek, de hát az a lelkes mag, aki mindig hajlandó bármire, amire kérem őket, ők álltak össze és adták ezt a díjat, elismerve munkámat. Ennek a lelkes magnak a tagja Erzsébet is talán azért is ül itt velünk a stúdióban, és beszélgethetünk. Kezdetektől dolgozik az Egyesületnél? Nekünk 5 éve van meg a kis kertünk. Hát részben inkább az unokák miatt vettük. Én nyugdíjba mentem, és utána legyen hova kivinni őket, ugye a panelból, nagyon sokat vannak itt, és nagyon-nagyon jó közösség van, hamar befogadtak bennünk, és hát mi a párommal ilyen kis sütőfőzők vagyunk, közösen otthon is sütni-főzni szoktunk, és hát úgy látszik, hogy szükség volt ránk, mert ha olyan dologról volt szó, akkor szívesen segítettünk, Lajos, ha szólt, és hát örülünk neki, hogy ezért egy kis eredményt is tudtunk elérni a kertszövetkezetnek, főzőversenyen, meg a Váci úti időseket, mikor meghívtuk, újjáson nagyon-nagyon jó érzés volt, azoknak a kis egyedülálló öregeknek, mert nagyon sok van köztük, aki csak egyedül él, és igen-igen jó érzés volt, hogy annyira jól érezték magukat, és olyan hálásak voltak egy tál gulyásért, meg azért a pár órás kis vendéglátásért, amit tudtunk nekik nyújtani ott kint a szabadba. Önök milyen stílusban művelik a kertet? A hagyomány, tehát megvan a veteményes része is, gyümölcsfák, vagy inkább modern kertnek mondhatom? Nálunk veteményes nincs, ugyanis a 4 pici unoka, nyolctól három éves korok között mozognak, és nekünk ez volt a cél. Virág az van, sok, de ez volt a cél, hogy teremtsünk egy olyan kis szabadidőrészt, ahova ki tudunk menni, és a gyerekek nyugodtan, biztonságban tudjanak játszani, meg eltöltjük az időt. Mennyi időt töltenek a kertben? Ez azért munka is, nem csak szórakozás. Igen, hát sokszor napi szinten megyünk ki, mert tennivaló mindig van. Unokák, ha itt vannak, akkor egy-egy hétig, és akkor szinte van úgy, hogy kint van az élet, kint is alusznak, nagyon szeretnek ott lenni. Pici kis könnyű szerkezetes házat építettünk rá, hogy kint lehessen maradni, tehát kint lehet aludni nyáron éjjel. És nagyon-nagyon jól érzik magukat a gyerekek, úgyhogy nekünk ez volt a cél. Meg hát nagyon jó a közösség, befogadtak bennünk, nagyon jó barátságok alakultak ki, virágok, csereberéje, meg egymásnak segítünk, mert azért van jó néhány olyan kis kertes, aki ugye egyedül maradt, párja meghalt, és akkor ha segítségre szorulnak, akkor nagyon szívesen segítünk, ha jelzik. De nagyon jó közösség, de a Lajos, amit csinál, ezt szerintem nem találunk olyan embert, aki tovább fogja ezt folytatni. Hát, ezt el kell ismerni, hogy éjjel-nappal közösség rendezkezésére áll, mindenkit meghallgat, úgyhogy nála jobbat nem tudom, hogy lehetne találni. Biztos. Említette a mozgalmakat, programokat, közösségi rendezvényeket, amikkel az Egyesület nyit a város felé, tulajdonképpen megmutatja magát. Ezt miért tartják fontosnak, hogy láthatóvá váljanak? Ez egy érdekes dolog. Tudnék, mi kettős életet élünk, hogy így mondjam, mert területileg séhez tartozunk, mert séh külterületen vagyunk. Az Egyesület pedig ugye Szombathelyen van bejegyezve, és hát Szombathelyhez kötődik a tevékenységünk.
és hát mind a két oldal felem meg kell, hogy feleljünk, de aki nem ismeri az Egyesületnek a tevékenységét, úgy mélységébe, az el se tudja képzelni, hogy ott milyen élet van. És szoktam beszélgetni szombathelyi civil szervezetek vezetőivel, civil kerekasztalon belül is, meg különben is, és mindig azt szokták mondani, hogy ti Szombathelyen nem is tevékenykedtek. Azt mondtam neki, hát honnan veszed ezt? Hát gyakorlatilag jó kapcsolatunk van a nyugdíjas klubbal, klubokkal, hogy veszük, már a Pálas Károlyhoz tartozó többi nyugdíjas klubbal is kapcsolatunk van. Aztán civil kerekasztalnak tagjai vagyunk, minden városi rendezvényen részt veszünk. Aztán vagy a Herman iskolával való kapcsolatban. Herman iskolával, parti kertészettel jó a kapcsolatunk. Rendőrség, tűzoltóság, mentőség, sorolhatnám így sorba. Aztán, ha úgy vesszük, akkor már nyitottunk megyén kívülre, és már voltak nálunk Vonyarszvassegyről is civil szervezet. Azt az osztrákoktól is voltak már nálunk. Aztán volt már területen esküvő is például, úgyhogy. Ami még vonzó volt ott kint a nyitott porta mozgalom, mi ezt csináltuk több éven keresztül, amikor kinyitottak a kertek, és hát megmutatta magát a kertes a nagy közönség előtt. És ez a jó közélet formáló volt, mert ugye, amikor a kertben már megették, megitták a magukét a kertesek, jól beszélgettek, terményt cseréltek, akkor a végén azért a magyar nóta is előjött, aztán volt egy harmonikásunk, aki húzta mindig a fülünkbe a magyar nótát, és ez tényleg egy jó kis közösséget hozott össze. Most úgy vagyunk ezzel, hogy jó lenne csinálni, csak annyira kevés az idő, mert hogyha három kertet nyittunk ki, vagy esetleg többet, akkor nincs idő arra, hogy mit egy magyar nótát is elénekeljünk. Ha meg kevesebbet, akkor meg annak megterhelő annak az egynek, hogy szövendégül lásson, mit tudom, 60 embert, vagy 70-et. De nem mondtunk róla, most próbálunk egy olyan megoldást találni, hogy átváltoztatjuk el ilyen batyúsvál jellegre, és hát jövőre tömű valószínűleg ezt fogjuk meglépni, hogy kinyitjuk a kertet, mindenki jöhet, ezt mindenki hozza magával valamit, és akkor úgy lehet elbeszélgetni, meg termékeket cserélni. Szóval ott kint, aztán van még utca megbizotti hálózatunk, meg sok minden, ami összehozza a kerteseket. Palántavásár például, az nagyon jó húzás volt, hogy a hermanosokkal megbeszéltük, hogy hozzák ki a terményeiket, palántokat, paprika, paradicsomot, meg egyebeket, még virágokat május első hetében. És akkor kis nyugdíjasok, nem kell a buszon cipelni a palántokat, mire kér, arra elhervad, aztán ott meg gyorsan megveszi, és akkor gyorsan is tudja ültetni. Partisokkal meg úgy vagyunk, hogy az Attiláéktól szoktunk kapni 6-700 cserépvirágot már, amikor így június végén az egy nyáriak egy része kezd kifutni, és akkor amit kapunk, azt szétosztjuk, és akkor a kertesek kicsit felpofozza őket, és akkor egész nyáron még virág a virág. És hát a szebbé is teszi a kerteket, meg ez is olyan közösségformáló. Tehát sok mindent teszünk ott kint, amit kívülálló nem lát, meg nem tud, de mi örülünk neki, és boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk. Ugye ez a nyitott porták mozgalom nem csak a kiskerteseknek szól, hogy egymás között ugye megismerkedjenek, hiszen mégiscsak 580 kertről van szó, hanem külsősöknek is mehetnek érdeklődni, tanácsot kérni. Igen. Mennyire fogékonyak az emberek erre? Egyáltalán a kertészkedés divat ma, vagy szokásban van ma? Mindkettőjükhöz szól a kérdés, mert mindketten más szempontból látják, egyre gondolom. Inkább, mert nekünk is van, ugye mi dolgoztunk ebbe a Herényi virágútba is sokat a párommal, néhány éve fejeztük be, mert egy kicsit soknak tűnt, de nekünk van nagyon sok barátunk onnan, akiket szintén vendégül láttunk, meghívtuk őket ilyen kerékpárherények házából, kerékpárosok, akik ott vannak hölgykoszorúban, itt-ott ilyen, akik szintén dolgoznak, és azóta többen vettek kertet, ha nem is ott, de megtetszett nekik, és vásároltak kertet ott is, és részen is, meg másutt is.
látjuk. Érdekes a tendencia, mert ugye amikor mi kezdtük ezt az egészet, 94-ben 310 fő volt az alapító tagoknak a száma, és hát most van 780 körül jár, ingadozik ez a szám is, mert hol kevesebb, egy kicsit, hol több. És mikor megalakult az Egyesület, akkor rá egy olyan 10 évre volt egy ilyen generációváltás, amiről beszéltem az elején, hogy sokan meghaltak, aztán eladták a kertjüket, nem bírtak. Tehát kiöregszik az régi társaság, és akkor jönnek az újak. És akkor megint van egy 10 év, amikor újabb generációváltás van. De most megint ott tartunk, hogy rengeteg kert cserélt gazdát, például ebben az évben, körülbelül olyan 40 kert cserélt gazdán, és ez már fiatal, aki jön, és én örömmel nyugtázom, hogy próbálkoznak. Tehát most már nem az van, hogy kiírtam a veteményest, ha van, aztán akkor befüvesítem, aztán úgy próbálok gondolkodni, hanem próbálnak veteményest csinálni. Meg gyümölcsfákat vesznek, meg rengeteg virágot tesznek bele a kertbe. Úgyhogy én örülök neki, hogy fiatalok is kezdenek fogékonyak lenni a kertekre. Holott most már azért eléggé felszaladtak az árak is, már a kertárak is, de jönnek és csinálják a dolgokat, és örömmel teszik. Sok pici gyerek van, játszanak. Sőt, rengeteg ilyen gyerekeknek ilyen szülinapi buli van ott kint, jelufikkel jelzik, hogy melyik kertben hol van, és hát jó hallgatni esténként a magyar nótát is, meg hogy szórakoznak az emberek. Hát szép környezetben vannak, jó levegőn, és talán az sem hátrány, hogyha a gyerekek megtanulják nem csak a levesben felismerni a felkarikázott répát. Önök mit szeretnek benne Erzsébet a kertészkedésben? Hát sok virág van. Meg gyümölcsfákat most ültettük mi is, de hát ezek még nem termők, de hát majd talán az unokák ma születelhetnek róla. És nálunk nagyon-nagyon kedvenc az erdőjárás. Uh-huh. Ott hát vannak ott a közelben, az unokák, ugye? Igen, de fáradhatatlanok, úgyhogy nagyon sokat járunk körbe, és ugye vannak barátok, ahol szintén vannak unokák, és akkor vannak ilyen találkozók, hogy hol hozzánk jönnek, hol mi megyünk, úgyhogy meg nagyon-nagyon jó közösség van, tehát nem csak az, hogy most egy vagy két kertulajdonossal van kapcsolat, hanem egyre többen összejövünk, ugye múlt 20-án, akkor nálunk volt egy ilyen kis összejövetel, ez a batyus-szerű összejövetel, egy kicsit iszogattunk, ugye hát nagyon ízlik, egy lángost szoktam sütni társaságnak, de elbeszélgetünk, és ez az annyira jó baráti, és ez többször próbáljuk úgy létrehozni. Hát meg előkerül a házi igen. pálinka, meg a házi sütemény, és mindig nagyon jó a hangulat. Jó. Hát amelyiken igen. én jártam, ott tényleg igen. valóban jó, nagyon jó volt, hangulat. És nagyon jó a társaság is. Mi a teendő most a kiskertekben így ősz végén, november? Hát most ugye szezonja van a betakarítások utáni teendőknek. Mivel kitolódott most az ősz, és nagyon sokáig jó idő volt, még most is. Most is, 14-15. Ugye később hullottak le a levelek, még mindig sok van a fákon, és ugye ilyenkor majdnem napi rendszerességgel kell összegerebézni, komposztálni, valamiképpen elégetni. Aztán az ásások vannak, faültetések időszaka, tehát van teendő bőségesen. Most az elsős idő kicsit visszavetette a kerteseimet, de még így is, éppen mondtam az Erzsinek, mikor idejöttünk, hogy szombaton, mikor kint voltunk, akkor egy óra alatt 46 gépkocsit számoltam meg, amelyik jött-ment. Úgyhogy mondtam, nagyobb forgalom van ott ki, mint a városban. Most már az utakon meg is látszik, főleg ebben az esős időben, hogy kikátyusodnak most az utak is, aztán azokkal is van tennivaló, vagy lesz tennivaló. Az a legnagyobb gondunk, hogy sokan laknak kint életvitelszerűen sajnos. Ez egy időzőjel mondom, hogy sajnos, mert van, aki sajnos úgy került oda, hogy nem volt más választása, és egyedül van kint. Elközött van hölgy is, meg férfi is egyedül. Meg a család is van sajnos, aki oda került ki. És most már 80-ra tehető a számuk. És ugye azon gondolkodunk most, hogy
ha erős tél leszne egy Isten, akkor hogyan tudunk esetleg rajtuk segíteni, mert biztos, hogy segítség kell. Fél ötkor már sötét van, közvilágítás nincs, és hát bizony oda kell figyelni ezekre az emberekre, hogy ne, hogy esik a nagy hó, meg a nagy hó, ugye a hó eltakarítás is azon a területen kint ugye nincs, városi rendszerben nincsen bent, úgyhogy már keresem azt a lehetőséget is, hogy legalább egy nyomon letoljuk a havat költségünkön, de most már ilyenek foglalkoztattak bennünket, hogy oldjuk meg ezeket a feladatokat. Egy rövid kérdésre van még idő. Azt elmondta elnök úr, hogy az elmúlt 25 évre nagyon jó szívvel emlékszik vissza, hiszen rengeteget fejlődött a Kiskertes Egyesület. A következő évekre hogyan tekint előre? Nehéz kérdés. Meddig lehet bírni ezt a munkatempót, ezt az aktivitást? Nem tudom, addig az embernek az egészsége engedi, bár én azt mondtam, hogy nem nyugdíjas állás ez. Bárki bármikor átfelti, sőt, most már illumos lenne, hogyha valaki tényleg ezzel a gondolattal foglalkozna, hogy átveszi, de én amiatt szomorkodom, hogy 2 éve volt választás, és 27 jelöltet szedtünk össze, hogy kivinni tovább az elnökséget, és mind a 27-tel elbeszélgettünk. Próbáltuk rávezetni, hogy milyen szép munka ez, az önkéntesség, és hát a végeredmény az, hogy senki nem vállalkozott arra, hogy tovább vigye ezt a dolgot. Kártyáim azt mondják, az a maga, amiben az első is bent van, hogy eljön akkor világ vége, hogyha te lemondasz. Mondtam nekik, hogy azt nem ígérem meg, hogy nem mondok le, de szóval én is most már kezdek bekerülni abba a 75 utáni időszakba, amikor hogy az energia, aztán tényleg gondolkodni kell az, hogy valakinek átadni a stafétabotot. Olyan embert szeretnék én utódként, aki megítélésem szerint a lelkiismeretesen csinálja mindent. De azért én azt kívánom, hogy tartson még ez az energia minél tovább, amennyire csak lehet. Hát még 2 évig tart, mert akkor lesz majd a következő. Addig muszáj, hogy tartson, igen, mint dobás választás. És ez a kerteseknek is érdeke, igen. Szerintem, hogy Lajos még. Nem hiába nem vállalkoznak rá, mert ilyen jó szerintem senki nem tudja csinálni. Hát mert erős az ellenfél. Most, hogyha tényleg a háttérbe lép, ott már kénytelenek lesznek. Megígértük, valaki, hogy felvállalják. Nem, még talán az utolsó szója, ami annyit, hogy szóval még az hozzátartozik, hogy legtöbbet köszönhetek én, szóval a csapaton kívül még otthon a családnak, meg a feleségemnek, mert hát nem mindenki viselni el gyakorlatilag, hogy a lakás az iroda, a garázs az irattár. Hát a hátországot, de hát a felesége is kisker. A felesége az ugyanúgy csinálja, meg főleg a közülésekből, a felkészítésben ő hajtogatja a papírokat, meg a borítékokat, írja meg. Szóval a közös tudja, munka, hogy mire vállalkozott azért. Igen, meg hát a telefonok, meg sorolhatnám, és hát őnek is kell arra tiszteletbecsület. És mindannyiuknak, akik ezt a gyönyörű, szép, szabadidős tevékenységet végzik, és rendben tartják ott a parkerdei kiskerteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltak a stúdióban, és még egyszer gratulálok ehhez a díjhoz. Ennek szellemében pedig jó munkát kívánok a következő időszakra. Köszönjük szépen. Kedves nézőkönöknek pedig a figyelmet köszönöm, hogyha tehetik, tartsanak velünk jövő hétfőn is. Szép estét, jó televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.